Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat láthatják, mellyel minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Ha a léleknek fáj, a test is beteg. Horváth Judit, pszichológus. Iskolai körkép. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca volt. Ma már szabadon emlékezhetünk az eseményre, de nem volt ez így mindig. Pomáz is megemlékezésre várta polgárait az 56-os emlékműhöz. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Az október 23-ai budapesti tömegtüntetés még aznap éjjel fegyveres felkelésé nőtt. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyt el az országot. Október 23-án Pomáz megemlékezésre várta polgárait az 56-os emlékműhöz. Hölgyeim és uraim, honfitársaim, kedves pomáziak! Szeretettel köszöntjük Önöket Pomázváros megemlékező műsorán 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Balázs László Gábor vagyok, előadóművész és színjátékos. Felkérem Bojki István képzőművészt, tartsa meg megemlékezését. 1900. november 6-án, kedden, gyönyörű tiszta az idő Budapest felett. A Margit körúton citromot oszta a Vöröskereszt, ingyen személyenként 2. Este felé a hídról az orosz tankok a bécsi kaput lövik, ott magyar tankok mozognak, tüzelnek vissza. Ekkor gyullad meg és ég ki a levéltár épülete. A padlásról nézzük sötétedésig. I. és Gyula naplójegyzete a két napja kezdődött új történelmi korszak alig, hanem legelső irodalmi helyzet jelentése. November 10-én 5 magyar írót, Dérit, I. és Gyulát, Benyámin Lászlót, Örkény Istvánt és Zelk Zoltán a Lengyelország budapesti követségének épülete előtt látjuk, kopogtatnak, menedékjogot kérnek, sikertelenül. A Népszabadság első oldalán megjelenik Illés Béla, Münich Ferencnek írt nyílt levele. Néhány magyar írót és újságírót a magyar hatóságok őrizetbe vettek. Nem ismerem az ügyüket, de ismerem az embereket. Ezek nem ellenségek, legfeljebb megtévesztett emberek. Nagyon megnő kormányunk súlya tekintélye, ha a megtévesztetekkel szemben a szocialista humanizmus szellemébe jár el. Ezt kérem tőled, Münich elvtárs. Az első írói letartóztatottak, Fekete Gyula, Őrsi István, már jó 2 hete börtönben vannak. Bojki István megemlékezése után Hardi Péter mondott beszédet. Kevesen és egyre kevesebben vannak közöttünk olyanok, akiknek személyes emlékeik vannak arról, hogy mi is történt annak idején Pomázon. És ami történt, az pontosan valójában hol is történt. Hol voltak például az ellenőrző pontok? Vagy tudják-e a fiatalok, hogy hol volt annak idején a postahivatal?
Hol is volt az egykori katonai bázis a Majdánon, ahová elrejtették a fegyvereket? De nem csak az 1956 után születettek közül tudják ezt kevesen, hanem azok is, akik annak idején még nem Pomázon éltek. És esetleg csak a közelmúltban költöztek be a településünkre. Kedves pomáziak, nem szabad hagynunk azt, hogy ezek az emlékek feledésbe merüljenek. Át kell adni a tudást a fiataloknak, a később Pomázra költözötteket pedig segítenünk kell abban, hogy megismerhessék városunk történetének ezeket a dicső napjait. Éppen ezért a Közösen a Városunkért Egyesület művészeti tagozata elhatározta, hogy megjelöli azokat a helyeket Pomázon, ahol a forradalom eseményei zajlottak. 10 ilyen emlékhelyet választottunk ki. Lehetne ugyan több is, de egyelőre ennyinél maradtunk. Az emlékhelyeket egy lyukas zászlóra emlékeztető kerámia lappal jelöltük meg, közepére pedig egy úgynevezett QR kódot ragasztottunk, amely a Pomázi Cseresznye honlapra, a Közösen a Városunkért Egyesület honlapjára vezet, ahol részletesen elolvasható az adott hely kapcsolódása a forradalomhoz. A beszédek után Simon Boglárka és Jenei Gábor tartott zenés előadást. Csak egyszer nyílnék, minden évben kétszer, virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szavakkal átnéznének rajta, akkor lennék boldog, ha mindent megmutatnék. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, minden széle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Az ünnepségen Pomáz díszpolgára és Pomázért kitüntetések kerültek átadásra. Pomáz város önkormányzata képviselő testülete 2021. évben Pomáz díszpolgára kitüntetést adományoz Claudia Deutsch és Wolfgang Deutsch részére. A képviselő testület
Pomázért kitüntetést adományoz Giszinger Károly részére. A képviselőtestület posztumusz Pomázilpok díszpolgára címet adományoz Nikola Tesla részére. Felkérjük Madai Gyulát, Nikola Tesla rokonát, hogy a posztumusz Pomáz díszpolgára kitüntetést vegye át. A képviselőtestület ugyancsak posztumusz Pomáz díszpolgára címet adományoz Steller Mária részére. A képviselőtestület posztumusz Pomáz polgára díjban részesíti Matyók Aladárt. Felkérem Szentpéteri Elemér urat, a Matyók család jó barátját, hogy a posztumusz Pomáz díszpolgára kitüntetést vegye át. Az emlékezők a koszorúikat az 56-os emlékműnél, a Városháza parkjában lévő emlékműnél és az 56-os síroknál helyezték el a pomázi temetőkben. A Pomázi Művelődési Ház és a Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda, röviden az EFI egyik közös programsorozatának címe, Lélekmelegítő Esték. Az előadások a pomáziak számára ingyenesek. A sorozat első témája volt, ha a léleknek fáj, a test is beteg. Horváth Judit, pszichológus előadására megtelt a terem. Az Egészségfejlesztési Iroda harmadik éve működik a járás települései számára, és legfőbb célja, hogy megelőző, magyarul preventív munkát végezzen, tehát arról van szó, hogy akik még nincsenek nagy bajban, de akár bajban is lehetnek egyszer, azok számára megkönnyítsük azt, hogy a komfortérzetük visszatérjen. Ez a mai előadás arról szól, ami nagyon időszerű, én úgy gondolom,
hogy az a, nagyjából az a címe, hogyha a lélek megbetegszik, akkor a test is. Tehát ahogy a test és a lélek mennyire összefüggés, különösen egy kritikus helyzetben, mennyire nagyon sokat számít az, hogy a lelki egyensúly meglegyen, és hát még arról is szól, hogy mi van akkor, ha elvész. Nagyjából ez a mai előadásom témája, és még ezen a héten ugyanitt a könyvtárban lesz egy előadásom, amely biblioterápiával foglalkozik, az pedig könyvekkel való gyógyítás kísérést jelent, és irodalmi szövegek segítségével beszélgetünk a csoport, vagy hát a közösség tagjaival, végül is arról, hogy mit gondolnak ők a szövegről, és a szöveg által pedig mit gondolnak a saját világukról, a problémáikról, és hasonló fontos dolgokról. Én nagyon remélem, hogy hagyományá érik ez a dolog, mert egyrészt a helyszín az nagyon jó, tehát elvarázsoló ez a hely, ahol most vagyok, másfelől meg jó volna, hogyha ezek rendszeressé válnának, mert úgy érzem, hogy most sok ember került bajba az elmúlt egy-két esztendőben, és ha csak egy kicsit oldanak ezek az előadások, nem csak az enyémek, hanem a többieké, és akkor már nagyon örülhetünk neki. A legfontosabb az, hogy a lelkünk és a testünk folyamatosan összhangban legyen, és hogyha nem így működünk, akkor azt az összhangot helyre kell állítani. Majd szó esik az előadásban, hogy ezt az egész betegségcsoportot, amiről beszélni fogok, meg hát a lélek és a testnek az egyensúlyáról először egy magyar származású orvos gondolkodott, utána pedig egyre inkább elkezdtek ezzel foglalkozni, nem is olyan túl régi ez a dolog, ilyen 50-80 éves helyzet az, hogy kezdtek figyelni. Hát először borzasztóan mérgesek voltak az orvosok, hogy jönnek ezek az emberek ahhoz, hogy belepiszkáljanak abba, amit ők tudnak, és hogy képzelik azt, hogy itt esetleg egy pszichológus azt meri gondolni, hogy lelki okai is lehetnek egy gondnak. És hát, hogy haladt a világ előre, szépen lassan bebizonyosodni látszik, hogy bizony ez együtt van. Pszichológushoz menni az egy kényes ügy, mert hát akkor véletlenül azt mondják, hogy hát ez egy gyanús valami, ennek biztos valami pszichés problémája van ez az ember. Vagy azt mondják, hogy úgyse tud segíteni az a pszichológus, maga is bolond. Úgyhogy ezek az előítéletek egyelőre élnek, de azon vagyunk, az irodánk is azon van, hogy ezeket a amúgy néha nagyon jogos előítéleteket minél jobban lecsökkentsük. Az az igazság, hogy addig, míg mondjuk egy mentálhigiénés szolgáltatást, tehát ugye a lelket is gondozni kell, az egy nagyon hosszú idő. Tehát egy haladottabb társadalomban, amivel nem akarom a mi társadalmunkat leszólni, félreértés ne esik, de ahol már hagyomány az, hogy szinte minden embernek van pszichológusa, ugye Amerikában például, ott nincsenek ezek az előítéletek, mert én azt mondanám, hogy ezek lassan felszívódó előítéletek. Most már azért javul a helyzet. Szóval most már sok ember gondolja azt, hogy tud segítséget kérni, és ez nagyon pozitív. De hát ez idő. Szóval amíg ehhez fölkészül belül egy társadalom és a tagjai, az egy viszonylag hosszú folyamat. De bízom benne, hogy megyünk előre. Régen az organikus orvoslás, tehát a valódi, igazi, rendes orvosok nagyon nehezen fogadták el, hogy hát azt is, hogy lélek van és az hogy működik, az is egy komoly elfogadási nehézség volt, és nem csak az orvosoknak, hanem sokan kételkedtek abban, hogy a lelket egyáltalán lehet-e tételezni. Nem igazán fogadták el a lélek fogalmat, de a későbbiekben egyre inkább hát befoglalódott az irodalomba, hogy igenis nekünk van lelkünk, sőt, halhatatlan lelkünk van, és hogy a lélek az mennyire fontos abban, hogy az ember a világban jól tudja érezni magát. Úgy gondolom, hogy pont az a cél, hogy rávilágítsunk, hogy legyen egy
pár tünet, amiből, hogyha magánazonosítja az ember, akkor igenis kérjen segítséget, és hogy ez hogy lehet, kitől lehet, mit lehet, arra nagyon jó. Hát például a mi irodánk is, ami az egy ilyen prevenciós iroda, tehát megelőzéssel foglalkozunk, és hát akik hozzánk jönnek, nekik elmondjuk azt, hogy mik azok a jelek, amiből lehet tudni, hogy esetleg egy komolyabb probléma fog kialakulni. Igenis, van, amikor a hülye pszichológushoz el kell mennie annak, akinek gondja van, és tanácsot kell kérnie. Ezt az előítéletet, mint említettem, le kell bontani, mert nagyon sok emberen lehet általunk segíteni, részben úgy, hogy verbál terápiával, ami szóval, tehát beszélgetésekkel zajló terápia, és ugye szoktak az emberek tiltakozni, egyébként nagyon igazuk van, hogy egy miért kéne gyógyszer szennem, az csak meghűít. Az igen, ne szedjenek, ne legyen sok kémia az életükben, van elég. De ha valaki súlyos pánikbeteg, akkor igenis azt mondom, hogy nem én vagyok a megoldás. És hogyha eljönnek hozzám, szépen meg fogom mondani, hogy nem én vagyok a megoldás, hanem átutalom egy pszichiáter kollégámhoz, aki a kémiát is meg tudja nézni. 20 évet csinálom, és úgy gondolom, bár én kiképző vagyok, tehát nem konkrétan foglalkozásokkal szoktam dolgozni, de azért szoktam néha, hogy igenis, ez alatt a 20 év alatt kb. 300-400 biblioterapeutát képeztünk ki, akik azóta jobbára mondjuk könyvtárosok, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok a saját terepükön ezt nagyon-nagyon jól tudják alkalmazni, és igenis egy szöveg, egy jól megválasztott szöveg az alkalmas arra, hogy az embernek a lelki békéjét visszaállítsa. Úgyhogy én nagyon hiszek benne, és hát nagyon sok olyan pozitív visszacsatolásunk van, amely azt mondja, hogy ezt érdemes csinálni. Egy kis önreklám, én ezen a héten is még egy előadást fogok tartani, az inkább ilyen csoport jellegű lesz, de bármi jó, szeretettel várok mindenkit, ez a biblioterápia csoport lesz, amit röviden feloldanék, gyakori félreértés, hogy biblioterápiának gondolják, holott az általam amúgy nagyon szeretett Bibliához nem igazán van köze. Biblió, tehát a könyv, a könyvekkel való segítség, kísérés, gyógyítás, ahol adott irodalmi szövegekkel igyekszünk a problémáinkat, mert ugye nyilván egy előadónak is éppen úgy vannak problémái, éppen olyan résztvevő egy ilyen folyamatban, azon vagyunk, hogy ezeket a problémáinkat együtt megbeszéljük, arra valamiféle megoldást vagy a megoldás szerűt keresünk, és mindezt irodalmi szövegek, könyvek segítségével. A biblioterápia egy választási lehetőség is, tehát hogyha valaki a technikáját, vagy hát a módszereit megtanulja, akkor alkalmassá válik rá, hogy sok szövegből kiválaszol olyat, ami neki is fog segíteni. Tehát nem gyakori, tehát nem annyira gyakori, hogy maga végez az ember magán ilyen típusú biblioterápiás munkákat, de miért ne? Tehát minden, amivel önmagán valaki segíteni fog, kap hozzá egy eszközt, egy módszert, az nagyon, nagyon alkalmas lehet, hogy jobban érezze magát. És van egy nagyon divatos angol szöveg, a lifelong learning, ugye mind halálig való tanulás, életen át tanulás, ehhez az kell, hogy folyamatosan dolgozzanak az önismerettel. Idősebb korban én is szívesen mondanám, hát már itt nem a tizenéves korban, igen, hogy ó, én már ismerem magam, én már tudom, én ez meg... Nem tudom. Pszichológus se tudja, ön se tudja. Azért fontos, hogy mindig foglalkozzék, mert minden ember egy végtelen birodalom, nincsenek határok, és mindig adódhat olyan, hogy ez én vagyok.
És akkor igen, akkor be kell építeni a személyiségbe azt, ha negatív, ha pozitív. Egész életeden keresztül kell figyelned magadra. Az önismereti munka az egyik legfontosabb dolog a pszichológiában, és nyilvánvalóan ezt javasoljuk azoknak, akik hozzánk fordulnak. Mindig történhet változás, az ember soha nem állandó, és egy új helyzet, egy krízis, egy bármilyen trauma bizony ahhoz vezethet, hogy az, amit addig fölépíteni vélt, az összeomlik. Tehát mi azt javasoljuk, hogy egy egészséges és folyamatos, nem a túlzottan belemenő, tehát nem kell folyton ezzel foglalkozni, de igen, fel kell ismerni egy új jelenséget, kell foglalkozni vele, meg kell tudni, hogy abban az életszakaszomban milyen hatást gyakorolok az emberekre, megfelelek-e egy státuszra magam szerint. Szóval ez egy nagyon-nagyon alapos, fontos élethosszig tartó munka. Olyan rettenetesen sok képzetlen csaló van, tehát ha rászorulnak segítsége, el ne kövessék azt a hibát, hogy alkalmatlan emberekhez mennek. Nem mert én féltem a pénztárszámat, hanem azért, mert meg szeretnének gyógyulni. És azt szeretném mondani, hogy vegyék észre, hogyha nincsenek jól, tehát mindenképpen. A lényege szerintem ennek a szakmának a figyelem és az elfogadás. Tehát, hogyha ezt komolyan gondolja az a szakember, és tudja is ezt átjuttatni azoknak, akiknek segíteni akar, akkor én azt hiszem, hogy a többi már menni fog. És hát ezt kívánom mindenkinek, hogy higgyenek abban, hogy a lélek gyógyítható, és hogyha kell, akkor kérjenek segítséget. Normális üzemmódban, jelenléti oktatással startol a 2021-22-es tanév a magyar iskolákban. A nyári szünet után a tanulók újult erővel, hatalmas tudásvággyal és tenni akarással vágnak neki a tanévnek. Az új tanévben nem lesz általános iskola bezárás, és nem lesz tesztelés sem. Ha felbukkan a fertőzés, a közegészségügyi hivatal előírásait kell majd követni, nyugtatták meg a híradások a nevelőket és a szülőket. Iskolai körképünk most a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolából jelentkezik. Szeptember elején megkezdődött a tanév. Becsengettek a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolában is, ahol az éven kettő első osztály indult. Az első napokban, hetekben igyekszik minden tanító kialakítani a szokásokat, megismertetni a gyerekeket az iskolai élettel. Megtanulják egymás nevét, megjegyzik a tanszerek elnevezését, helyét, megszokják a csengő hangjának jeleit. Hát az idei tanév sokkal nyugodtabban kezdődött, mint a tavalyi szerencsére, és hát ismétlés pedig mindig van. Tehát ugye minden szeptemberben ismétléssel kezdünk, hiszen nyáron sok minden feledésbe merül, és az nagyon, nagyon jó, hogyha a gyerekek egy kicsit átismétlik. Elmaradt anyag az annyira ebben az évben nem volt jellemző. Mi humán erőforrással elég jól állunk. Igaz, egyetlen egy betöltetlen státuszunk van, de meg tudjuk oldani tantestületen belül. Nagyon lelkesek a kollégák, és összeállt egy nagyon jó kis csapat, ami most ráadásul stabilnak is néz ki. És ez nagyon fontos, ma kevés oktatási intézmény nyugodt ilyen téren, és mi azt hiszem, hogy nagyon nyugodtak vagyunk. Ami a fejlesztéseket illeti, az egy másik kérdés. Természetesen voltak nálunk nyári karbantartási munkák, ami leginkább a festésre, frissítő felújításokra vonatkozott, illetve hát ugye mivel mi folyamatosan bővülünk, és most megint két első osztályunk lett az egy kimenő osztállyal szemben, ezért nekünk egy új tantermet kellett kialakítani, ami még az elmúlt idők lezárásaiból még volt forrásunk, tehát egy eddig használaton kívüli tantermet még föl tudtunk újítani. Úgyhogy ez volt egy nagyobb munka, illetve hát küzdünk itt ezzel a parkolási gonddal, ami az összes iskola körül egy nagyon-nagyon nagy probléma, sőt hát az óvodák körül is.
Nekünk erre most alakulóban van egy megoldásunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy nehezebben megy, mint gondoltuk. Az iskola területén áll ugye egy használaton kívüli épület is, ami régen tantermek voltak. Ezzel lehet egyáltalán valamit kezdeni? Ezt azért is kérdezem tőled, mert hogyha így nő a gyermek létszám, akkor lassan kinövítek az iskolátokat. Igen, gyakorlatilag mi most töltöttük be az iskolát, reményeink szerint, és hát a jelekből megint két első osztályunk fog indulni, és akkor már valamit csinálnunk kell, tehát fejleszteni kell, bővíteni kell az iskolát. Ez a bizonyos lezárt épület, amit említesz, ez az úgynevezett C épületünk, amiben 6 osztályterem záródott be, hogy ilyen szép germanizmussal fejezzem ki magam. Hát ennek a sorsa bizonytalan. Van rá most megint egy új szakvélemény, egy új statikai szakvélemény, miszerint nem lehet felújítani. Tehát itt az kellene, hogy történjen, és reméljük, hogy ez is fog történni, mert erre vannak ígéreteink, hogy azonnal lesz bontva, és akkor a helyére valami más megoldást fogunk kitalálni. Meglátjuk, hogy mit nem merek mondani semmit, mert olyat nem akarok mondani, ami utána nem úgy fog történni, és bizonytalan. Tehát én azért úgy látom, hogy most azért nem bővelkedünk forrásokban, tehát meglátjuk majd, hogy hogyan lehet ezt a leggazdaságosabban megoldani. Úgy tudom, a két első osztály két új tanítónénivel indult. Valóban az egyik tanítónéni ebben az évben érkezett, sőt, oda még a napközis tanítónéni is ebben az évben érkezett, tehát az egyik első osztályhoz két új tanítónéni van, és idáig úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon jól be tudtak illeszkedni mind a gyerekek közé, mind pedig a tantestületbe. A másik első osztálynak sem túl régóta van itt a tanítónénie, az osztályfőnök tanítónénie. Ő is tavaly érkezett hozzánk, ő már tavaly egy negyedik osztálynak volt az osztályfőnöke, és akkor most lejött elsőbe. Ott viszont a tanítóbácsi, a napközis tanítóbácsi, ő már évek óta nálunk van. Berta Viktória vagyok, én 22 évig tanítottam Békésmegyeren, a Medgyessy Ferenc Általános Iskolában, de mivel itt élünk, a családommal Pomázon, ezért úgy döntöttem, hogy most már egy helyi iskolába szeretnék tanítani. Itt volt lehetőség, és első osztályt szerettem volna kezdeni, és ezért ide jöttem. Én mindig a gyerekekhez alkalmazkodom, és figyelem, hogy éppen meddig tudunk eljutni, és akkor ennek megfelelően haladunk tovább. Mert ugye a cél az, hogy minden gyerek ugye a saját érettségi szintjének megfelelően tudjon haladni, és mivel itt ugye 17-en vagyunk egy osztályban, azért jobban rálátok a gyerekekre, mondjuk mint egy 30-as osztályközösségben, és az ő tempójuknak megfelelően haladunk. Mondtad, hogy első osztályt szerettél volna tanítani. Miért? Én mindig elsőtől negyedikig viszek végig osztályokat. Nem szeretek bekapcsolódni már elindított osztályokba. Én azt gondolom, hogy össze kell, hogy szokjunk a gyerekekkel, meg kell, hogy ismerjük egymást, és a folyamatot látom elsőtől negyedikig. És akkor tudom őket úgy felengedni 5. osztályba, hogy biztos alapjaik legyenek. Melyik az a legnehezebb időszak? Hát a beszoktatási időszak, amikor tulajdonképpen meg kell szokniuk, ugye, hogy az óvoda után azért ez egy kicsit szigorúbb rendszer. Játszunk sokat, de hát nyilván ugye itt már a tanulás is bekapcsolódik, és hát más szabályok vannak. Ugye azért itt több ideig kell tudni már ülni a padba, csöngő van, alkalmazkodni kell, hogy szünetek vannak, órák vannak, tehát meg kell szokniuk az új rendszert. Ez általában azért egy hónap alatt jó esetben lezajlik, de én azt mondom, hogy az első fél év végére tudunk eljutni odáig, hogy azt mondhassuk, hogy egy kisgyerekből, egy óvodásból ugye már iskolás lesz. Természetesen a szülőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ha bármi kérésünk van, problémánk van, partnerek, mindent megbeszélünk. A cél az ugye, hogy a gyerek velük együtt
és velünk együttműködve tudja elérni a céljait az iskolában. Tehát ez egy hármas egység tulajdonképpen. Akkor tud jól működni, hogyha a szülők egyetértenek velünk a módszerekkel, amit csinálunk, és akkor a kisgyerek is jól érzi magát. Én úgy gondolom, hogy ebben a közösségben ez működik. Is a nevem, és jó az iskola. Mi a jó az iskolába? Hát, hogy sokat tanulunk, és meg tudunk tanulni, olvasni, úszni, és még sok minden mást. És neked melyik tetszik legjobban? Az úszás. Dóri a nevem, és jó az iskola. Kedvenc órám a tessi, a testnevelés óra, és a kedvenc órám még a írás, olvasás, azokat szerettem még. Miket tanultatok már? Úszás. Jó, és még? Számok, betűk. És számolni meddig tudsz? Százig. Százig tudsz számolni? Én Gréti vagyok, jó a suli, a tesi meg az úszás a kedvencem, meg a olvasás. A Zsófi, vártad ezt az iskolát? Igen. Miért vártad? Hát egy kicsit izgultam, meg hát hogy vajon milyen lesz. És milyen lett? Jó. Jó. Mi az a jó benne? Hát például a magyar, meg a tesi, meg a úszás. Első nap, mikor jöttél az iskolába, egy kicsit féltél? Vagy nem? Nem. Nem? Mert miért? Már tudtad, hogy mi lesz itt az iskolába? Igen, mert már voltam itt festeni. És akkor megismerkedtél az iskolával már? Igen. És vártad, hogy iskolás legyél? Igen. És mit szeretsz legjobban itt az iskolában? Hát a tesit, a néptáncot, meg az olvasást. Olvasást? Meg a német órát. Milyen könyv tetszik neked a legjobban? Melyik könyved? Épp az olvasókönyv, ami itt van benn. Ott van benn? Azt tetszik legjobban? Igen. Igen? És sok lecke van? Így. Attól függ, hogy otthon vagyunk, vagy itt. Ugye hát otthon így anyával is szoktunk valamit csinálni, amit amúgy nekem kéne, meg amúgy én is csinálom, szóval attól függ, hogy az iskolában vagyok, vagy otthon. Én egész kicsi koromtól kezdve tanítani szerettem volna lenni. Hát nyilván vannak nehezebb időszakok, vannak nehézségek, de hát a gyerekeknek a szeretete, meg az öröme, meg hogyha látom, hogy haladunk, fejlődünk, akkor az tulajdonképpen sok minden érgálypótól. Nekem 3 gyerekem van, most már szerencsésebb úgymond a helyzetem, mert ők már majdnem felnőttek, a fiam 20 éves, az Iker lányaim meg 17. Úgyhogy, amikor kisebbek voltak, nehéz volt. Nyilván, mert azért elég fárasztó bent, ugye, amire az ember a 17-tel megvívja a napi küzdelmeit, és utána még hazamegy, és ugyanolyan türelemmel kéne viseltetni a sajátja iránt. Sokszor mondták is, hogy ne tanítón, én is kedjek otthon is, tehát erre azért úgy igyekszem figyelni. De sok mindent azért tudok velük szemben is alkalmazni ebből a hivatásból. Az okozott-e valami problémát, hogy a Covid miatt ugye elmaradtak ezek az iskola ismertetők a csöpségeknek? Igen, a szülők sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint eddig. Mi próbáltuk online őket folyamatosan tájékoztatni, de azért ez nem feltétlenül ugyanaz, mint hogyha személyesen találkozhatnánk. Ebben az évben sok személyes találkozást tervezünk, a szórólapokat most visszük ki az óvodákba, és hát remélem, hogy eljut ez a hír a szülőkig. Melyik az a módszer, amit az elsős tanítók használnak? Vagy teljesen rájuk van bízva? Mi a Meissner módszert használjuk. Ez egy betűtanító olvasási
olvasási módszer. Nálunk régebben már ezt, még mikor az én gyerekeim ide jártak, már pedig ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, akkor is éveken keresztül ezt használtuk, ezt a módszert. Igazából ez diszlexiásoknak lett kifejlesztve ez a módszer, de nagyon-nagyon jó és nagyon alapos tudást ad a részképességzavarok nélküli, tehát gyerekeknek is. Aztán egy időre átálltunk egy másik tankönyvcsaládra, az apácai tankönyvcsaládra, de én nagyon örülök neki, hogy 2 évvel ezelőtt visszafordultunk ehhez a módszerhez. Az olvasás és az írás tanítás az Meixner Ildikó módszerével zajlik. Én azt gondolom, hogy eredményesen korán kezdjük a betűtanulást, hangutánzással tanítunk, az írás tanítás késleltetett, minek utána a gyerekek 6-7 évesen, tehát nem azonos életkorban kerülnek az iskolába. Ez a módszer a legkönnyebb számukra az olvasás és az írás tanítás szempontjából. Matematikát az új generációs tankönyvekből tanítom, leginkább játékos módszerekkel, ezt láttátok is, rengeteget énekelünk, mondókázunk, számlálgatunk. Hogyan tudtátok a 8-osokat a német nyelv területén, milyen tudásanyaggal tudtátok elindítani? Mi mind a 8 év folyamon heti 5+1 órában tanítjuk a német nyelvet. Ez azt jelenti, hogy nyelvoktató iskola vagyunk, tehát 5 órában kimondottan nyelvet tanítunk, a német nyelvet, és az a +1 óra, az pedig a hagyományápoló óra, ugye a nemzetiségi jellegünkből adódóan. Mi egy órában hetente a múlttal foglalkozunk, tehát a hagyományokkal, arról az ünnepekkel, az ünnepkörökre koncentrálunk nagyon, hogy éltek itt régen a németek, a magyarországi németek, vagy hát sokan ugye svábnak nevezik, és így áll össze ez a 6 óra. A célunk az, a nemzetiségi iskolákban ez meg van szabva, hogy melyik évfolyamon, tehát melyek azok a mérföldkövek, amiket teljesíteni kell, és ez egészen konkrétan úgy néz ki, hogy negyedikre kell A1-es szinten lenniük a gyerekeknek, hatodikra A2, és a kimeneti mérésen pedig jó lenne, hogyha a B1-es szintet tudnák teljesíteni. Mi ezt most már egy néhány éve ezzel a bizonyos DSD Ainz típusú nyelvvizsgával mérjük a gyerekeknél. Tavaly is a 8-osok közül 10 megcsinálták ezt a nyelvvizsgát, és hát itt az eredményektől függően A2 vagy B1-es minősítést kapnak. Elég jól sikerült a tavalyi gyerekeknek ez a nyelvvizsga. Azt el kell fogadni, és én azt hiszem, hogy ehhez tényleg vita nincs, hogy az angol az egyértelműen elsöpört minden más nyelvet, és végül is én azt hiszem, hogy meg is van ennek a létjogosultsága. De hát ahogy én szoktam mondani, egy idegen nyelv tudása az akár Európában, akár azon túl tekintve, az nem feltétlenül elég, már csak azért sem, mert ugye egy egyetemi diplomához 2 nyelvvizsgára van szükség, és akkor itt el lehet azon gondolkozni, hogy az angol mellett mi legyen a második idegen nyelv, és nekem erről viszont meggyőződésem, hogy ez itt nekünk, ebben a földrajzi helyzetben nagyon-nagyon jó, hogyha a német a második nyelvünk, és hogyha ezt is elfogadjuk, hogy legyen az angol és a német a 2 idegen nyelv, amit tudni szeretnénk, akkor viszont a németet kell először tanulni, mert ezt viszont mindenki tudja, és én azt hiszem, hogy el is fogadja, aki nyelvvel foglalkozik, hogy a német után az angolt megtanulni sokkal könnyebb, mint fordítva. Úgyhogy ezt én el szoktam mondani, hogy mi ezt látjuk a gyerekeken. Nálunk el is kezdik az angolt negyedikben tanulni, tehát most már minden diákunk tanul 2 nyelvet, és hát bizony minket, német tanárokat kicsit olyan szomorúan érint, amikor mondják, hogy az angol sokkal könnyebb, mint a német.
Hát persze, mert már ott vannak nekik a szerkezetek 1-től 4-ig, amit oké, egy picit át kell alakítani, de valójában ugyanazok a szerkezetek, és hogyha ezek már berögzültek a német kapcsán, akkor tényleg sokkal könnyebb az angol. Aztán az egy más kérdés, amikor majd az angolt is egy magasabb szintre kell emelni, az már megint egy nehezebb lépés lesz, de ezt az idézőjelben konyha angolt, a német után megtanulni az egy gyerekjáték, én úgy gondolom. Tavalyi évben azt hiszem változás történt a vezetésben, a szülői munkaközösség vezetésében is. Hát az már inkább két évvel ezelőtt volt. Igen. Most ketten vezetik a szülői munkaközösséget, akiknek a gyermekei, mind a kettőnek több gyermeke évek óta itt van az iskolában, és ők most megosztva vezetik a szülői munkaközösséget, nagyon lelkesek, nagyon jó a kapcsolatunk, és rengeteget segítenek. Az idén volt egy családi napunk, ahol nagyon aranyosak voltak a szülők, mert megkértük őket, hogy természetesen mindenkinek örülünk, de pont emiatt a nehezen megvalósítható felújítási munkálatok miatt megkértük őket, hogy lehetőleg apukák is jöjjenek minél többen, és nagyon-nagyon rendesek és kedvesek voltak, mert tényleg nagyon nagy létszámban megjelentek fúrógéppel, kalapáccsal, láncfűrésszel, hogy ők mindent megoldanak, és hát így is történt. Az alatt, az egy szombat alatt nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni. Felújítottuk a játszóteret, az összes kerti bútort, lecsiszoltuk, lelakkoztuk, lefestettük minden korlátot, tehát tényleg rengeteget tudtunk az alatt, az egy nap alatt megcsinálni, és hát a szülők boldogan szelfiztek meg, fényképezték egymást, mindenki nagyon büszke volt, az anyukák az apukákra, mi az összes szülőre, tehát tényleg egy nagyon jó hangulatban eltelt nap volt, és ami még szintén cuki volt, az pedig az, hogy azt mondták a szülők a végén, hogy ugye, hogy tavasszal is lesz. Tehát igazából mi egyet terveztünk be, de most valószínűleg módosítani kell a munkatervünket, mert ők szeretnék, hogy legyen még egy ilyen nap, mert annyira közösség kovácsoló egy-egy ilyen alkalom, és tényleg sikerélményt ad az embernek, és a gyerekek is nagyon örülnek, hogy látják, hogy mindenki értük. A szülők, a tanárok, és szeretettel összefogva azért, hogy nekik jobb legyen. Persze mi is megpróbáljuk ilyenkor magunkat oda tenni, begyújtottunk a kemencébe, mindenféléket sütöttek itt a lányok, úgyhogy tényleg egy nagyon jó hangulatú nap volt. Te tartasz a jövőben attól, hogy esetleg újra vészhelyzet van? Felkészülve, lelkileg fel vagyunk, tehát senki nem tudja, hogy mi fog történni egy fél év múlva, mi fog történni akár mennyi idő múlva, ezt nem lehet tudni, viszont én abból a szempontból mondom, hogy tartani nem tartok tőle, mert nyugodt vagyok ezen a téren. Nekünk már a második kör is nagyon jól ment, mert összehasonlíthatatlan volt az első otthon maradás és átállás a másodikhoz. Tehát a szülőket tudtuk tehermentesíteni, kidolgoztuk azokat a módszereket, amikkel már nagyon gördülékenyen ment a második online oktatás. Pont tegnap került arra sor, hogy az egyik elsős tanítónéni bejött ide, és mondta nekem, hogy akkor csináljuk meg az elsősöknek is a hozzáférést, ezzel még most nem voltunk kész. És akkor én rögtön beszéltem a rendszergazdával, aki mondta, hogy miért szeretnétek ezt megcsinálni. Tehát nagyon együttműködő, meg tényleg nagyon-nagyon jól dolgozik a rendszergazdánk, de kérdezte, hogy miért akartok, most hallottatok valamit, hogy fog valamit történni, és mondtuk, hogy nem, csak meg kell az elsős szülőket is, és gyerekeket is tanítani arra, hogyha bármikor kapunk, hát ugye ezt úgy szoktuk kapni, hogy mondjuk pénteken kapjuk a hírt, hogy hétfőtől átállás, hogy akkor ne legyen fennakadás. Úgyhogy én ettől egyáltalán nem félek. Nem szeretném, ez egy másik dolog, hogy nem szeretném, és nem vágyom rá, de,
de félni nem félek tőle. Kedves nézőink, Önök heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 perckor heti Krónika. Viszontlátásra!